Ez az ötmuzsikus egy kis településen, Besnyőnél. 2004-ben alapították a Szironta zenekart. Kezdetben népzenével foglalkoztak, majd csengettyű zenekarrá szerveződtek. Ma olyan hangszerparkkal rendelkeznek, mely Európában is ritkaság. Évente több mint 50 koncertet adnak, játszottak már a parlamentben, számos templomban, de felléptek a nemzetközi operagálán is. A harangjáték különleges technikát igényel, mondja Sólyom Balázs, az együttes vezetője. Tehát, hogy ugye ezek hosszan, tehát hogyha megütöm, akkor utána hosszan zengenek, és tartja az adott hangot a hangszer, és ugye ezért lehet akár tartott hangokat is játszani meg. Ezeknek a csengőknek, illetve harangoknak, úgy mondom inkább, az a különlegessége a magyar társaihoz képest, hogy szabályozott az ütőszerkezet. Tehát, hogy a bennük lévő harangnyelv az kizárólag egyetlen irányba tud megszólalni, tehát, hogyha megfordítom a harangot, akkor a harang néma marad. Ez nem azért jó, mert így akkor lehet haknizni vele, és CD-ről a pult alól játszani, hanem azért, mert hogyha a harangot elfordítva veszem föl, akkor a zenész képessé válik arra, hogy egymástól függetlenül szólaltassa meg a két harangot. Ez teszi lehetővé azt, hogy öt zenész is el tudjon játszani olyan zeneműveket, amelyben akár 25-30 különböző hang is van, hiszen egy kézben akár 4, egy zeneműben meg akár 8-10 különböző hang is megszólalhat, pont ennek a technikának köszönhetően. Hát így szól, ha több zenész is rázza egyszerre a harangot. Sólyom Balázs úgy fogalmaz, olyan ez, mintha úgy kéne verset mondani, hogy mindenki csak egy betűt mond el a szövegből, kellő hosszúságban kitartva a hangokat. Nagy odafigyelést és logisztikát követel, ki, mikor, melyik hangszerhez nyúljon. Nekünk az a célunk és az a feladatunk, hitvallásunk, hogy ezeket a hangszereket önálló hangszerként bemutassuk. Persze mi sem mondunk nemet együttműködésekre, de alapvetően önállóan egyedül koncertezünk ezekkel a harangokkal. Persze nagy zenekari felállásban kísérő hangszerek vagy egyéb dallamjátszó hangszerként jelennek meg, de mi a mai koncerten is csak harangot fogunk a kezünkbe, és csak harangok segítségével fognak megszólalni azok a dallamok, amelyeket választottunk. Számos zeneműben találunk harangszólamot, illetve ilyen haranghoz hasonló csőharangra írt szólamokat, amelyeket a harangokkal el tudunk játszani. A harangnak nincs nagy történelme. Alig 100 éves hangszerről beszélünk, így kevés zeneszerző tudott még abban gondolkodni, hogy kézi harangokra írjon zeneműveket, ezért inkább átiratokból dolgozunk. A mi repertoárunkban is van népdal, és van kicsikét könnyedebb, mondjuk lambada-szerű dallam, vagy akár maga a lambada is, tehát elég széles spektrumban meg tudunk szólaltatni zeneműveket, de alapvetően a klasszikus zenére koncentrálunk. Minden egyes harang különböző hangra van hangolva az 5 oktávon belül. Annyira tökéletesen hangoltak ezek a harangok, hogy nem csak az alaphangjaik, hanem a felhangok is behangolásra kerülnek a gyártás során. Ez egy elég különlegessége a forgástestből készülő hangszereknél, hogy figyelnek kifejezetten arra, hogy az alaphanghoz a felhangok is szépen együtt zengve szóljanak. A magyar csengők azok egy
préselt harangok. Az amerikai handbellek, ezek öntvényharangok, egész más a karakterisztikája. Míg a magyar csengők azok csilingelnek, addig ezek az öntvényharangok, mint ahogy a koncerten is hallható, inkább orgona sípszerűen szólalnak meg, tehát hogy egy ilyen hosszan tartott zengő hangot adnak. Természetesen mind a két hangszer más. Lehet mondani, hogy a magyar csengőkkel el lehet kezdeni a csengettyűs pályafutását egy-egy zenésznek, és aztán utána fel tud fejlődni az amerikai harangokra, de ez ebben a formában nem teljesen igaz, mert a magyar csengő is alkalmas arra, hogy komoly zeneműveket adjunk elő, tehát az a legjobb kifejezés, hogy más a két hangszer, csak egy kicsikét hasonlítanak. Hazánkban számszerűen talán 4-3-4 együttesről van nekünk is tudomásunk, akiket ismerünk, tartjuk is a kapcsolatot, sőt, szoktunk közösen zenélni is velük. Csengettyű együttesből már egy picikét több, ott már 30-40-es a darabszám, hogyha ilyen csúnya szóval kell kifejezni, de az folyamatosan azon dolgozunk, hogy legyen utánpótlás, és egyre többen lássák be, hogy ez is egy érdekes, értékes zenei műfaj, és kezdjenek el harangozni, és megmutatni a közönség, hogy mire is képes ez a hangszer.